Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Felesége üzent így Pilátusnak, amikor ő éppen Jézus ügyében készült ítéletet hozni. Fazekas István ebből az egyetlen evangéliumi mondatból bontja ki azt a sokrétű konfliktust, amit Pilátus éjszakája című drámájának középpontjába helyezett. A Magyarországon nagy sikerrel játszott darabot ezúttal Rómában mutatták be. Pilátus egy politikai zsarolás áldozata lesz, és az igazi konfliktus az ebből keletkezik Pilátusban, ami elsősorban az önmagával való konfliktusa, hogy miért is engedett a zsarolásnak. Tehát a férfi elgyávulásának a pillanata ez, és az elgyávult férfinek van egy belső tipródása, hogy miért is nem maradt férfi, és az a férfi, aki egyébként addig az igazat keresi, és igazságos akar lenni, és Krisztus ellen is gyakorlatilag ezt az eljárást már megszüntette, hiszen kimondta többszörösen az ártatlanságát, mégis arra kényszerül, hogy a lelkiismeretével ellentétes döntést hozzon. Ez lesz az egyik konfliktus. Aztán utána, ugye ez egy akkora teher, amit haza kell, hogy vigyen, és otthon az asszony elé kell, hogy tárja, mert az igazi gyújtópontja ennek a darabnak ugye maga a félelem, de ez a félelem abból táplálkozik, hogy Pilátusnak az életében van egy olyan pillanat, amit elhallgatott az asszony elől, mégpedig az, hogy a császár barátja címet attól a Szejánusztól kapta, aki a császár ellen összeesküvés szőtt. Tehát ténylegesen, effektíven is zsarolható pozícióban van. Ma reggel valami émeítő dolog történt velem. Nincs ott? A zsidó nagytanács vezetői burkoltak, megzsaroltak. Róma helyt adóített. A császár barátja cím tulajdonosát. Hát fogasd le mit! És jelensd el a zsiványokat a szíriai legátusnál. A viselkedésüket pedig írd meg a császárnak. Hol máshol beszéljünk egy klasszikus európai történetről, mint Európa egykori, és ezért egy picit még mindig fővárosában, spirituálisan, kulturálisan, mindenféleképpen egyik központjában, Rómában. Ugye ráadásul egy olyan történetről van szó, amelyben az európai kultúra két pillére összeér, a keresztény kultúra és az antik kultúra, és hát Róma mind a mai napig részben, és nagyon nagy részben erről szól. Két teológussal arról beszélgettünk, hogy a mi nyugati kultúránknak az egyik legfontosabb értéke az, hogy ezekhez a történetekhez is hozzá tudunk még tenni, még több ezer év után is valamit. Kérdéseket lehet róla feltenni, ki lehet egészíteni még a Szentírás olyan jól ismert történetét is, mint Jézus szenvedés története. Azt hiszem, hogy ebben az apró momentumban a mi európai kultúránknak nagyon-nagyon fontos értékei benne vannak. Az előbb beszéltem ugye a hagyományokról, amelyek meghatározzák a identitásunkat, de éppen európai ságunknak egy nagyon fontos eleme az, hogy tudunk kérdezni. És ez egy olyan darab, ami kérdéseket implikál az emberben. Mielőtt jöttünk volna Rómába, elképzeltem, hogy milyen érzés lesz, és a színpadon pedig úgy éreztem, hogy szinte túl szemérmes vagyok, hogy én ezt most kimondjam. Kimondja Klaudia azt, hogy nekem Róma a hazám, ez az én otthonom, az örök város, a világ köldöke. Meg voltam illetődve egy kicsit, azt hiszem. Hát ez nagyon nagy dolog nekünk. Eleve azt gondolom, hogy két magyar színésznek elmenni Rómába az Európai Kultúra Napján eljátszani egy két személyes darabot a Magyar Akadémián, én nagyon, nagyon szerencsésnek érzem magam, és én úgy érzem, hogy ez nekem mind a pályámon, mind az életemben egy nagyon nagy dolog. Malkusz büszkén mutogatta a fülét a reggeli fényben, és a többiek is megerősítették, hogy Jeshua fölvette a fülből annak hiányzó részét. A helyére illesztette, és meggyógyította azt. Akkor valami csoda doktor lehet. Biztosan sokat járt Egyiptomban. Amikor végzett, azt mondta a tanítványnak, akik kardot fognak, kardáltal vesznek el. Horáciusznál olvastam hasonlóan. Pilátus egy sorsszerű figura szerintem, tehát
olyan értelemben egy, ugyanúgy egy kiválasztott ember a történelemben, talán mondhatnánk, hogy az Úristen szempontjából, mint például Júdás alakja. Tehát ugye ők azok a láncszemek, akik nélkül a történet nem kerek. Azt lehet mondani, hogy ők valamennyire az áldozatai ennek a dolognak, mint emberek. Mindenféleképpen példaértékű, mert én személy szerint nem tudom, hogy bárki hogy tudott volna jobban viszonyulni az adott helyzethez. Főleg most, hogy így látjuk ennek a kicsit a jogi hátterét is, ugye mind zsidó, mind római szemszögből, és nem csak az emberi viszonylatait. Egyszerűen ez egy sarokba szorított helyzet, amit Pilátus kap tárcán, és akkor tessék, old meg. Hát nem lehet megoldani. Nem lehet megoldani, illetve csak egy áldozatára lehet megoldani. És hát nyilván ő valamilyen szinten, mivel ember, belebukik ebbe. Klaudia, Heródes Jeruzsálemben van. A Galilea fölött az illetékes. Sorsod a sorsod. Egészséged. Az Isten fogja össze. Szerintem, még ha meg is próbálunk futni ezek elől a helyzetek elől, vagy megpróbálunk róla, inkább nem is megfutamodni, hanem nem tudomást venni róla, nap mint nap kerülünk ilyen döntési helyzetbe, hogy kiállunk értékek mellett, kompromisszumokat kötünk el a könnyebb utak miatt. Én szerintem, még ha nem is valljuk be magunknak, de ez emberi létünknek az egyik alapvető sajátosság, hogy folyamatosan ilyen döntési helyzetek elé állunk. Én azt gondolom, hogy ha szembe tudunk nézni ezzel a helyzettel, emberi, tényleg emberi gyarlóságunkkal, vagy az emberi életnek az elég tökéletlenségével, végességeivel, akkor az leginkább reményt ad, mert hogy a szembenézés az, ami a legfontosabb. Hogy aztán utána mi történik, az már nem is feltétlenül, vagy nagy valószínűsége, mert nem is rajtunk múlik, de hogyha őszintén szembe tudunk nézni helyzetekkel, önmagában már az minimum reményt keltő. Ebben a darabban azért mégis egy olyan kérdéssel ütközik meg Pilátus is, mert hát ő is megütközik, amivel minden keresztény embernek meg kell ütközni. Még pedig azzal, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És aki erre igaz választ tud adni, tehát aki felismeri, az, hogy ez az én megváltóm, az minden dologról, onnantól igyekszik úgy gondolkodni, ahogyan Krisztus is gondolkodna.